Londonban a paralimpián hat érmet szereztek a magyar úszók, a teljes delegációval pedig négyen jutottak egy medánnál többhöz, köztük az újonc 20 éves Tóth Tamás, aki 50 és 100 gyorsan is ezüstöt hozott, mellé még 200 vegyesen egy negyedik helyet, úgyhogy már is bemutatkozik itt nálunk az ifjú hős, vele van edzője Magyar Obis Zoltán. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt kívánok! No, Ujanc voltál a... Paralimpián, de nem voltál újonc a világversenyeken azért már. Azt mondd meg, hogy hogy kezdődött ez neked? Versenyszerű sport, hogy lett ebből ilyen sport, és miért Végül is kisgyermekkorom óta az úszással foglalkozom, ennek először egészségügyi okai voltak, majd később, mikor így bepillantottam így a versenyek világába, és jöttek is az eredmények, így úgy láttam, hogy ennek tényleg van értelme, és első érvemet 2009-ben nyertem egy Európa bajnokságon. Akkor az már ott eldőlt bőségesen, Ö, igen, igen, ott tényleg, hogy a nemzetközi mezőnybe is be tudtam mutatkozni, végképp arra jutottam, hogy tényleg nekem ez az utam, és ezt kell járnom. Zoli, hogyan fedezték, fedeztétek föl uh, Tamás tehetségét, és mit kellett leginkább alakítani, formálni rajta idáig? Igen, ő 2007 uh, nyarán került hozzám, Mindjárt az elején az ÉP csoportba, tehát a jövő eszével el ahol voltam korábban, ott oda került, és egyből beraktuk, bedobtuk a mélyvízbe, mesélte is utána, hogy elgondolkodott a második nap, hogy lejöjjön -e a harmadik nap, vagy pedig abba hagyja, vagy visszamenjen, mert azért, ahol korábban volt, ott nem végzett olyan jellegű munkát, tehát mind mennyiségileg, mind minőségileg azért egy, egy, magasabb szintet képviseltünk, egyrészt a technikáján rengeteg csiszolni való volt, másrészt pedig hát a kondicionális képességeit kellett fejleszteni. Úgyhogy az elején így indult. A szorosan vett ö, specializálódás, amikor ő kiderült, hogy az ilyen rövid távú 50-100 méteres gyorsúszás felé ö, orientálódik, az igazából a 2010-es évben indult el, amikor a világbajnokságon bronzérmet nyert, ö, akkor már láttuk, hogy erre kell nagy hangsúlyt fektetni a mind a, a szárazföldi tréningekben nagyon nagyot próbáltunk előrelépni, tehát sok izmot kellett rárakni. Azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt egy évben 6-7 kilónyi fejlődésen ment keresztül ilyen, ilyen téren, és hát úgy érzem, hogy ez kellett ahhoz, hogy most ilyen eredményeket érjünk el. Na, hogyha már így szóba került, akkor ott az elején a jövőerszénél voltak sokkoló élmények? Ő persze, én régen, parasportolókkal készültem a világversenyekre, ugye a jövő SC-ben meg csak épúszókkal készülök, sokkal többet úsztunk méterben, meg teljesen más volt a edzésnek a menete, úgyhogy tényleg így felhívtam anyukámat első edzés után, és mondtam, hogy keressen inkább nekem egy, el egy, 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 másik egyesületet, de nem, ő mondta, ez most jó lesz neked, fiat, próbáljuk meg, és akkor így hétről hétre, hónapról hónapra egyre jobban belerázódtam. Mit volt ott a legnehezebb megszokni, meg hogyan lehetett ott abba a társaságban, abba a közegbe beépülni? Ö, hát végül is aki... Jó hírt, arcok? Persze, persze, nagyon sok barátom van. Végül is aki ért az úszásod, az elég sokat elmond, hogy a második edzésen azt mondta az edző, hogy háromszor három ezer gyors. Így, így elgondolkoztam, hogy akkor most lehet inkább lemegyek zuhanyozni de tényleg aztán előbb-utóbb megszoktam ezt a terhelést, és azóta jobb vagyok mindenkivel, az összes edzővel is, úgyhogy nagyon jó a hangulat. És mikor kerültek elő a stopperek? Mármint, hogy először bemondtátok a hosszokat, és mellé azt hát ez így nem jó, hát ez az idő, ez kevés lesz. Hát láttuk az elején, hogy azért vannak kondicionális gondok, de hát ezeket úgy, ahogy mondja Tomi, hónapról hónapra ő ezt lefaragta, és beállt a ritmusba, úgyhogy most már tehát mindennél többet elmond, hogy, hogy korábban azért mindig egy verseny úgy nézett ki, hogy az elején úgy elkezdte, és akkor olyan, olyan 40 métertől úgy szépen kezdett visszaesni, és a későbbiekben például 100 mellen, amikor az első érmét nyerte Európa bajnokságon, akkor, akkor a, a hatodik helyről hajrázta fel magát a dobogóra, vagy például a mai napig 200 vagy neki van az egyik legjobb gyorsúszó ideje a végén. Tehát azért ez azt mutatja, hogy az a sok munka, amit elvégeztünk, az nem volt hiába való. A parasport, a paraúszás gyúrta Dania? Nagy hát reméljük, reméljük. Például amikor kint voltunk Londonban, akkor pont a Dani egyik edzőjétől, a Kovács Hegyi Feritől kaptunk egy olyan sms hogy nagyon gratulálunk, amikor az első ezüst nyerte, nagyon gratulálunk, Dani is így kezdte. Na, akkor igen, akkor lehet, hogy jó nyomon vagyunk. Tomi, a két ezüst között teszel különbséget? Nekem mindenki. Így ránézésre egyformák, egy de igen, igen, a mögötte lévő Nekem mindenképpen a 100 gyors ezüstön valamennyivel fényesebb, 50 gyorson... Ott elégedetlen voltál az idő. Igen, ott a idő eredménnyel nem voltam megelégedve, meg volt ez az ezüstérem, nekem egy kiállt, szóval a papírforma szerint is ugye ezüstérmes lettem volna, viszont a 100 gyors ezüstje az egy meglepetés volt, és ott tényleg kifakadt belőlem ez az öröm, és talán ennek a négy évnek a munkája. Ehhez képest akkor, én már említettem még egy negyedik helyet, de még folytathatjuk. El. A, a többi az milyen helyet foglal el? Már ugye arra is gondolok, hogy megvannak, de a jövődben, a gyors, rövid távok mellett. Vegyes Ö, például. Mikor ide kerültem a Jövő esztébe, akkor hátúszóként jöttem ide és aztán kicsit így ez a hátúszásom megcsömörlött, nem nagyon sikerült javítanom az időeredményt. Ezzel igen. a fogadtatás után hátat fordítottál minimum a hátúszásnak. É, igen, és és aztán most tényleg sikerült leforagnom száz megint az egyéni csúcsaman, úgyhogy ez egy nagyon jó érzés volt, hogy hogy tényleg a régi gyerekkori számomba is jól szerepeltem. Tehát azt gondolod, hogy, a, hogy van keresni arra arrafelé is a gyorson kívül? É, igen, mivel nagyon sok csalódásért, például 160-on akartam kijutni a Pekingi Paralimpiára, ezért már inkább nem is indultam versenyeken, én mindig megpróbáltam más számokat keresni, akkor aznap inkább mellenn indulok, nem háton. De szerintem most, hogy sikeres voltam ismét ebbe a számba, így ez egy új lendületet adhat. Azt mondta Sós Csaba kapitány, hogy nem félti Tamást, nem fog elszállni a sikerektől, nem olyan típus. Hát milyen típus, hogy nem fog elszállni? Te igazán jól ismered. Hát valóban nem fog elszállni, ezt én is így gondolom. Szerintem helyén tudjuk kezelni a dolgokat, meg hát az, hogy, hogy ez nem csak egy hirtelen kifutott eredmény, hanem tényleg évről évre lehetett látni, ugye első évében EB-n volt érmes, utána VB-n volt érmes, most paralimpián már az ezüstre is rá tudtunk menni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nem elszállás fog eredményezni, hanem inkább azt, hogy, hogy még több lendületet ad a még a hétköznapokra, és tényleg annyira látjuk itt a, a közönségnek, meg a szurkolóknak a szeretetét, meg a, tényleg a média is, ahogy érdeklődik, irántunk, meg kapjuk az elismeréseket, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez, ez, további lendületet ad. Most nyilván tartunk egy hosszabb pihenőt, mert azért ez nagyon erős év volt, így, hogy szeptember elején kellett csúcsformában lenni, ez nagyon hosszú év volt. De én úgy gondolom, hogy, hogy ez a munka ez tovább fog folytatódni, és hogy mi, milyen emberő, vagy milyen, milyen, srác, hát ö, én csak pozitívumokat tudok róla mondani. Tehát ö, egy, egy bohém fiatal srác, aki ugyanúgy éli, a fiataloknak az életét, amikor keményen kell dolgozni, akkor abban is Bírja a kiképzést. El, bírja, abszolút, abszolút. Meg hát élvezi azért azt is, hogy, hogy azért oda egy ilyen kis vékonyka, kis fiatal emberke, és hát azért most már eléggé úgy megemberesedett, meg azért... Na, szóval szerintem azért ez pozitív. Igen. Na most ez, hogyha már kérték is a mesterek, hogy nyugodtan lazítsál és engedd el magad, akkor ez, 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 ez hogy fog kinézni? Hát azért... Hogyan élvezett ki az ünneplést? Hát ugye sok helyre hívnak, de amellett. De, hát amellett nekem ez is szinte egy lazítás, mégis úszok most ebbe a sikerbe, szemesztőt pár hétig nyugodtan ki lehet használni, még a barátaimmal nem sikerült találkoznom, mert szerencsére sok helyre hívnak, de mindenképpen a következő pár hétben azért egy péntek-szombat este össze fogunk ülni, dumálni, szórakozni, esetleg pársor is be belefér. Bizony, nem, 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 nem lesznek leskelődők, hogy hány sor lesz az nem, igaz? Nem, nem, behúzzuk a függönyt. Úgyhogy, úgyhogy jó lesz, már várom nagyon. Az, hogy a következő olimpiára, paralimpiára a munka mikor kezdődik, és mik ott a tervek, hát ezek után azt gondolom, hogy nem lehet más, mint aranyszín és jó sok, nem? Hát ez jó kérdés, hogy mikor, meg hogy kezdődik, mert sajnos e, engem itt a korábbi egyesületem, e, hogy úgy mondjam, lapátra tett, tehát itt a tíz éves munka megszakadt, úgyhogy most keresjük a lehetőséget, hogy olyan tovább, és miként tudjuk folytatni. De miért? Hát ez jó kérdés, ez egy másik műsort majd megérne. Azokkal ez másik műsorban beszéljük meg, minden esetre párban és együtt, Mindenképpen ragaszkodunk Igen, egymáshoz. Ti, tehát az a Persze. fajta, amit ha már gyúrta párhuzam megvan, akkor megvan az a, a, a széles, itt is megvan a ragaszkodás edző és mestere között. Persze, mindenképpen együtt, csak a helyszín kérdéses. Azt keresitek, akkor mi figyelni fogunk, meg akkor majd beszélgetünk még erről, és akkor Ferri óra együtt. Igen. Akkor viszont most még élvezétek a, a nehézségek ellenére és a pihenés. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Köszönöm szépen.